átadnám a szót a kutatócsoport tudományos segédmunkatársának, a Fragnói Nyári Akadémia egyik elnökének és az itteni helyszín megálmodójának, Sági Györgynek, aki egy talán már általa régóta kutatott és kedvelt témával örvendeztet meg most bennünket, kiédaszul. Köszönöm szépen, tisztelt Akadémia! Kutatásom az ESPA kalocsai forrásokat kiegészítve szegedi családokkal, szegedi, illetve szombathelyi forrásokkal, amit Vatikánban, ahol van talált, elsőben a pápai házatikások kötelevételben talált forrásokat szeretném bemutatni. Gróf Ricsi Gyulát közel 2000-es kalocsai főpásztori szolgálatot követően először ugye apostoli kormányzó majd érsek vele, 42. május 20-án érte a halál 70 éves korában. Éppen Béna útja során tartott volna Szabadkára, első ízben a déli részek visszacsatolását követően, útközben rosszul lett, így visszatérték Székvárosába, ahol rövidesen megtért teremtőjéhez. Ezt követően bő egy éves bizonytalan időszak vette kezdetét a Kalocsabácsi Főegyház megyében, minden majd 43-ban Grőszülőre ténylegesen elfoglalhatta majd az érseki széket. Dicsi halálát követően másnap 42. május 21-én összeült a főszükségi hegyelmi káptal, és egyöntetően Horváth Győző segédpüspököt, lakrékostot választott a káptani helynökké. Angelo Rotta, apostoli nuncius, május 20-én levelében hozta a horváth püspök tudomásra, hogy a 12. Pius pápa bácskai apostoli kormányzóvá is kinevezte Dicsi utódaként, hogy Dicsi Horvátországnak Jugoszláviától több függetlenülését követően nem sokkal lett bácskai apostoli kormányzó 41-ben. Az elhunyt főpásztort május 20-án temették a főszékségházi kriptába. A káptani helynök 42. szeptember 30-án körlevélben hozta a főegyház egy papsága és hívei tudomására, hogy Gladfelder Gyula családi megyéspüspök kapott kinevezést az érsekség élére. A pápai kinevező bulla szeptember 21-én kell. Az eredeti bullák Szegeden találhatóak meg, ugyan a beiktatás dátumaként november 22-ét jelölték ki, horvát püspök végül november 7-ei körlevelében közölte, hogy kénytelenek a kinevezett érsek kérését az időpontot halasztani. Gladfelder egészség állapot egyre jobban hanyatlásnak indult, átmenetileg sikült majd csak mérsékelni és stabilizálni, állapotát de sajnos jól már nem lett. November 7-én a pápához intézett levelében is utalt rá már a kinevezett érsek, hogy folyamatos orvosi kezelés alatt áll és gyógyszereket kell szednie. Rotta nuncius levelében megösítette Gladfelder rendkívül gyenge állapotát, így kérésére az eukarisztikus böjt aluli felmentést az orvosi kezelés idejére megadta számára a szentszék. 4 hónapnyi vívódást, önvizsgálatot és tanakodást követően orvosai állásfoglalását is kikérve, Gladfelder végül azonban arra döntése kellett, hogy jusson, hogy nincs elég ereje ahhoz, hogy egy ilyen nagy kiterjedés és nagy múzeum visszatekintő egyházmegye kormányzását átvegye, mint amilyen a Kalocsa bácsi. A 4 hónapnyi időkorlátig, tehát ugye a kinevező okmány fogad készítettet követően 4 hónap át rendelkezésre állt jelenteni az érseki széket. Tehát ennek lejártáig még reménykedett, hogy ezt megteheti, de az annak időkorlátot átlépve már hát egyre inkább belátta, hogy nem lesz rá képes. A pápának címzett 43. februári lemondó levelében francia nyelvre folytott orvosi igazolást is csatolt egészségi állapotáról, kérve, hogy Szegeden maradhasson. Rotta is támogatóan javasolta, hogy hagyják meg Szegeden, meg megadva neki az ad personam, az érseki címet. Széles körben elismert és megbecsült személyként lévén Rotta mindenképpen méltónak ítélte meg, hogy legalább ilyen formában kifejezésük jusson ez a szentszék részéről is. Rotta gyors döntést kért a pápától, hogy egyrészt enyhítsék Gladfelderen a nyomást, ugyanis igen kellemetlen érte meg, hogy nem volt képes elfoglalni az érseki széket. Másrészt pedig, hogy mielőbb újra az érseki szék betöltéséről lehessen foglalkozni. 12. Pius a lemondást elfogadta, és a nuncius által javasoltak szerint járt el. Gladfelder haláláig az érsek püspök megnevezést használhatta. Gladfelder 43. március 18-án kelt leveiben hozta a lemondását és annak pápai elfogadását horváth püspök tudomására. A kalocsai káptani helynök másnap a levelet körlevél útján közreadta és kísérősorokkal elágta. 42-ben Gladfelder mellett Kriston Endre erbi segédpüspök, valamint Grőszi József szombathelyi megyés püspök állt a második és harmadik helyen a Rómába feltérztett érsek jelöltek listán. Mivel a nagyon öreg Szmecsányi Lajos egri érsek mellett szükség volt Kriston jelenlétére, az agri érsek halál után pedig az új egrér főpásztor kinevezésig alottani jelenlétére, így a kalocsára történő kinevezésének lecsökkent az esélye. Angelo Rottának, Maione Bíboros Államtitkár az intézet 43. április 12-i leveléből tudható,
hogy mind Palocsa, mind pedig Eger kapcsán erős jelöltnek számított Grősz mellett Szapi Gyula is veszprémi püspök. Illetve mind a két helyen mind a ketten esélyesek voltak. A nuncius azzal érvelt mégis inkább a szombathelyi megyés püspöknek Kalocsára helyezése mellett, hogy mivel Grősz maga is német származású, a kalocsabási főegyházmegyek, különösen pedig annak a déli bácskai részének nagyszámú német ajtó katolikus híve van, így alkalmasabbnek látszik őt inkább oda kinevezni, mint sem Egerben, ha Capik is beszél németül. Rotta szerint Grősz Egerbe történő kinézése ellen szólt az is, hogy azon kívül, hogy az Egri főegyházmegye inkább magyar egyházmegyek volt nevezhető lakosságok származása szerint is, nézete szerint Horthy kormányzó sem igazán preferálta a német nevű püspököket, különösen azt nem, hogy bármely lakóhelyéhez kapcsolóval kerüljenek. Az ismeretes volt, hogy ők a kedvesen családi birtokán rendszeresen tartozott, ami pedig az egriesek jóhatóságban tartozott. Rotta példaként Luthor Ferenc megkiúsult Váci megyés püspök kinevezését hozta fel, melynek okaként látta azt is akkor, hogy az egyházmegye telepén pedig a kormányzat szintén gyakran felkesen kördőrő volt található. Szapik már innen nézve is a nuncius szerint jobb jelölt volt Egerben, már azért is, mert itt a kormányzó korábban is ismerte a közelebbről. Ami Grősz és Szapik kív kvalitásait illette, alapvetően mindkettőt alkalmasnak tartotta a nuncius az érseki méltóság betöltésére. Majone Bíboros április 28-ai távlatában utasította Rotta nunciust, hogy tegye meg a szükséges lépéseket, hogy felkérjék őket. Mindketten elvállalták az érseki megbízást, így május 5-én már a pápai ambitkárságról kérte Rotta, hogy a további lépéseket tegyék meg. Végül, tehát 43. május 7-én Grősz József Kalocsára, Szapi Gyula Egerbe kapott érseki kinevezést. Horváth Győző kalocsai páptalan helynök május 9-én ünnepélyes körlevélben tette közhírja Kalocsa bácsi főegyházmegyében, hogy Grősz lakott érsek. Horváth püspök továbbá körlevélben tudatta azt is, hogy az új főpásztor július 11-én érkezik Kalocsára, másnap pedig a főegyházmegye 87. főpásztoraként átveszi a kormányzást. Hivatalosan is. Rotta nuncius május 14-én tolmácsolta a két kinevezetnek a köszönetét a Szentszék irányában, és ők is ígérték, hogy majd ezt megteszik. A nuncius tisztelettel kérte azt is, hogy mielőtt küldjék meg a bullákat a kinevezetteknek, hogy az érseki székeket hivatalos átversék. Kalocsa esetében ezt a nuncius különösen indokoltnak látta, tekintve, hogy már egy éve nem volt hivatalban, üveselésben állt. Ugyanebben a levélben kérte Rotta azt is, hogy a korábbi egyházmegyékben apostoli kormányzóként működhessenek tovább új megyés püspök kinevezéséig. Ez a döntést egyébként ugye megtörtént, és Serédi meg is jegyezte, hogy szerinte inkább Kártyán helynököket kell volna helybe választani. A bullákat június 11-én kapta készre Grősz és Capik, és azonnyomban kérték a pápától a palinaikat. Luthor lett megbízva, hogy ezt intézze nekik. Az új érsek fogadásának és a másnapi székfoglalásának megszervezéséhez a korábbi székfoglalásokat vették a mintaként. Grősz a tervek szerint Budapestről július 11-én 11:30-kor indult autóval Kalocsára, Hartához a főegyházmegye határához érve Endre László Pest-Pilis-Solt Kiskunvár megye alispánya köszöntötte, majd a kalocsai járás határában Kisfogtőnél Hazai Gyula főszolgabíró és a szomszédközségek képviselői küldöttségei. A Dunaparti híd mellett pedig egy diadalkopunál Kalocsa megyei jogváros polgármestere Farkas Géza rövid beszédben köszöntötte, és az érsek erre reflektált. Ezt követően Horváth püspök társaságában nyitott négy lavas hinton hajtatott a főszékesegyházhoz kalocsai népségben álló öltöztek sorfalak között. A város határát átlépve a kalocsai harangok is megvonultak, Grősz a káptan és a papság kísérletében az egyszer szacérdos Magnus hangjai által kísérve vonult a főszíkságba. Rövid imád követően a káptan segrésében bemutatta a kinevezés hulláját. Miután az érsek visszatérsek segrésében is feltözött, a főoltárhoz ment a szentség és főpásztori áldást adott a jelenlévőkkel, végül elhangzott a Jézus szíve litánia. A szertartást követően Grősz a kastélyba vonult és annak erkélyéről üdvözölte a kastélykertben tisztelgetésére összegyűltek el papság, város, hatóságok, járási és közhivatalokban iskolák és egyesületek képzői. Grősz Kalocsára történő, hogy július 11-én megérkezését és főszékesegyházban történő bemutatták bemulapvonulását, illetve ezt a
a korabeli filmadó és megörökítettése az interneten is lát megvetélhető. 43. július 12-én fél 11-kor vette kezét a székfoglaló Szent Mise, ezúttal is a Recessatertus Magnus hangjára vonult be. A szentségi oltán röviden imádkozott, majd a liturgikus sugárkat magára ötötte. Ezt követően a Szent Mise elején történt meg a kinevezési bulla felolvasása a latin és magyar nyelven, szokásoknak megfelelően. A káptalan és egyúttal a főegyház megye papsága nevében a legköszönő káptalan helyén a Horváth Győző segédpüspök köszöntötte latinul, és ő megreagált erre latinul szintén. Ezt a papság hódolata követte. Majd pedig a szószékről teljes főpapi díszben mondta első érsekük szentbeszédét. A szokásoknak megfelelően a Szent Mise végén a pápa és magyar himnusz hangzott el, majd a kastélyba visszavonuló érsek a küldöttségeket, köztük a szombathegyek csoportját fogadta. Első már érsek minőségében végre tevékenysége során még aznap délután 4-kor a Kocsai Ibartestület székházában vett részt a praktikus diákotthonmozgó gyűlésen, melynek végén a zárszó tőle hangzott el. Grösz július 11-én levélben tájékoztatta Gladfelde érsekpüspököt, a kinevezést követő székolás megtörtént, valamint mellékelve elküldte Szegedre azt a bullát Talocsai és Pénzügyel kapcsolatban, ami továbbítás véget kapott meg az elmondása szerint. Grösz Talocsai kinevezése vonatkozó bullás közül ez az egyetlen, ami jelenleg tudomásunk szerint meg fennmaradt, és ez is csupán nemrég a Gladfelde érsek kinevezését kitatta Szegeden akkor került elő, véletlenül Szabolcsai Irénke levétel, és véletlenül találta meg, mert nem volt így a tatókönyvben, nem szerepelt. A grösszések Kalocsai kinevezés vonatkozó bullák magyar fordításban képelt vázakban maradtak meg. Az eredeti bullák latin nyelvű tisztázatai a Vatikánban szintén íróképpel készült vázakban állnak rendelkezésre. Az érseki kinevezésre szóló bullák Szombathelyre érkeztek meg. A hitelesített másolatok is itt lettek, elkészítettek meg gépelve és Kalocsára július 1-én megküldve. Ezek Szombathelyen szintén megvannak. Az eredetiket Grösz vitte magával bemutatni július 11-én, ezek sajnos már nincsenek meg, csak az említett Szegedi, amit tovább küldött Gladfelde. Zárásként néhány mondatot szeretnék ejteni Gladfelde családi érsek püspökről, amit Grösz korábbi egyházmegye sorsáról. Ugye a beteg Gladfelde a júliusi kalocsai eseményeken megint nem tudott, ő másfél hónappal később augusztus 30-án el is hunyt életének 75. esztendejében. Az általában felszentelt szegedi domban helyezték végső nyugalomra szeptember 3-án. Utóta a 44-ben az a hambas ember lett, aki később 60-ben grőzéseknek is utolva lett kalocsán. A Szombathelyi Egyházmegye apostoli kormányzói irányításáról május 20-án kert levelében tájékoztatta az apostoli szentszék kaptát. Ugye, mint említettem, Grösz folytatosan maradt a apostoli kormányzó az új püspök kinevezéséig. Mindezen szombathelyi változásokról ugye, és fejlődét is értesítette Grösz. Szombathelytől és a Szombathely egyházmegyétől, ugye a papjaitól és híveitől végegyesen végül 44. március 8-án kert körlevélben búcsúzott, tudatva velük, hogy az új az utóda, mint egy püspök, Kovács Sándor Szombathely lett kinevezve. És köszönöm szépen a figyelmet!